gyerünk, forduljatok meg, ez az, nem esetek, igen. Víruscsapda. Most üljetek a kamerába, majd később mehettek, jó? Jól van. Raflézia tábor, kutatóbázis. Erre jöjjenek, hölgyeim, gyertek, csücs le, ez az, igen, csücsülj le. Kezdődhet a parti, jöhet a meglepetés, hm? Hozhatom? Igen, igen, igen. Jó, gyertek közelebb. Igen, ez Lucy édesség. Ez pedig Alexi, Indi. Parancsolj! Kapitány, erre! Találtam valakit! Na, jöhet a meglepetés? Igen? Hozhatom a meglepetést? Jó, 3-ig számolok. Ilyen meglepetést még nem láttatok. Mehet? Igen. Na jó, kezdjük hangosan. 1, nem számoltok? 2,5? 3. Boldog születésnapot, na? Boldog szülinapot, kicsim. Boldog szülinapot. Na milyen? Szép, ugye? Várj, adom. Parancsolj, tündérkém. Tessék, ez az, igen. Ügyes vagy. Rendben, lányok. Öljön meg. Parker rezidencia, Charleston. Anya, már indulnom kell. Drágám, kérlek, csak ezt kóstold meg. Biztos, hogy így szeretik. Igen, jó lesz, anya, hidd el. Nem kell még egy kis cukor? Most már biztos, hogy iszonyú nagy dugóba kerülök. Jaj, ne idegesíts, bőven van időd. Ez a kedvenc sütijük, és már tökéletesnek kell lennie. Egész nyáron nem láttam őket. Egy hete nem beszéltem velük. Ott akarok állni a kapunál, ha leszállnak a gépről. Nem felejtették el, hogy az anyjuk vagy, hidd el. Jaj, nem erről van szó. Hát akkor? Jaj, nem tudom, akárhányszor visszakapom őket tőle, ő a jó fején, meg... Az anyjuk. Ez így van, ha te neveled őket. Jaj, drágám, imádnak téged, és minden nyári szünet után így érzed magad. Semmi baj, na kóstold meg. Tökéletes. Akkor elmehetek? Hol a többi utas? Már kiszálltak. Ez az 549-es járat New York? Igen. Várjon, kérem, nézze meg, a lányaimat várom. Nos, úgy látom, volt foglalásuk, de nem szálltak fel. Lekésték a gépet? Úgy tűnik. Oh, Jonathan, te szemét. Köszönöm. Dover kikötője, Delaware. Bethesda, Maryland.
Szombaton 3-kor póni lovon a parkban. Jaj, ne. Bizony, el kellene a segítség. Ehhez inkább isteni közbenjárás kell. Póni lovak. Ott leszek. Kösz. Szia. Hé, El! A B-szektorba vitt őket. B7-es terem, főemlős karantén. Azt mondta, hogy valaki mindig lesz ezen a számon. Anya, már egy napja várok. Lekésik a gépet, és nem hív fel. A cégnél csak tudják, hogy hol lehet őket elérni. Travis rezidencia, Bethesda, Maryland. Jól aludtál? Már izgulsz a zsúrod miatt? Mi a baj? Az, hogy nem jó a régi Batman jelmezem. Nincs meg a köpeny. Hát, akkor veszünk egy újat, jó? Apu szerint meg kell keresnem. Anyu, én kerestem. Nincs a szekrényben, és a játékok közt sincs. Egy igazi Batmannek köpeny kell, főleg a szülinapján. Megdumált, mi? Akkor ma veszel egy újat? Majd munka után. Igen, az összes Batman cuccot. Batman lufikot, Batman cukrot. Szombatra olyan lesz a ház, mint Batman barlangja. Negyek, megcsinálod? Hogy én? A fiúk is szoktak mosogatni, igaz, fiam? Amerikai hadsereg, fertőző betegségek orvosi kutatóintézete, Detrick bázis, Maryland. Jó, értem. Na végre, Carmen. Jó utad volt? Elönt. Soha többé nem fogadom meg a tanácsodat. Nem. Te akartál a csillagok alatt aludni. Legközelebb értsd úgy, hogy legalább egy fürdőszoba jól lenne. Ugyan láttalak terepen. Az nem én voltam. A gonosz ikertestvérem. Travis őrnagy. Béli ezredes, beszélni jó hagyd önnel. Jó reggelt, uram. Ó, jó reggelt. Pihentnek tűnik. Milyen volt? Nem ilyenre számítottam, uram. Feröl kutatóintézet, Delöver. Bizonyos dr. Watsonnál eddig ismeretlen vírust állapítottak meg. Mit tudunk róla? Semmi jót. Tegnap rosszul lett, eszméletlen. Tudjuk, hol szedte össze? Nem, azt nem, de a jobb kezén sérülés nyomai vannak. Talán az egyik majmuk harapta meg. Értem, uram, intézkedem. Bailey, őrnagy, egy pillanat. Úgy tűnik, boncolnunk kell. A delivery orvos egy órája meghalt. Igen. Igen, még itt vagyok. De biztosan van más módja, hogy kapcsolatba lépjek Parker doktorral. Maguknál dolgozik. Beszélhetnék, kérem, a nyugat-afrikai igazgatóval? Nem mondja, hogy Mr. Sanborn majd visszahív. Inkább tartom, amíg be tud kapcsolni hozzá. Hölgyem, én a gyerekeimet akarom megkeresni. Két napja kellett volna megérkezniük, de nem jöttek meg, úgyhogy nem mondja, hogy Mr. Sanborn majd visszahív. Beszélnem kell valakivel, méghozzá most kell beszélnem valakivel. Szívem, a légitársaság szerint egyetlen járatra sincs foglalásuk. Felhívtad a követséget? Többször is. Azt mondták, napokba telik, hogy kiküldjenek valakit. Riporter vagyok, anya. Sehol sincs ekkora bürokrácia. Ha Jonathan nem hív fel, én megyek oda. Halló? Drágám, nyugodj meg. Most nem veszítheted el a fejedet. Azzal nem segítesz sem magadnak, sem másnak. Rajtam csak az segít, ha látom, hogy a lányaim besétálnak az ajtón. Csak bejárat. Belépés csak engedéllyel. Akkor felkészültél?
A kórház szerint ronda alá volt. A jelentésből ítélve filovírus lehetett, nagyon veszélyes. Lássuk, Marty Watts, mit tud mesélni róla. Carmen, jól vagy? Belső vérzés, biztos benne? Minden belső szerve szinte elfolyt. Várom a labor eredményeket, de szinte biztos. Ebola? Nem hinném, de valami olyasmi. Mikorra lesz eredmény? Talán holnap, de nem akarok várni. Ez halálos, talán most is terjed. Na és a majmok? Megvan a boncolási eredmény? Egyezik. Szerintem Watts a majomharapástól lett beteg. Mit javasol? Azonnal be kell záratni a Ferrell céget, az egészet. Ez kissé túlzás, nem? Elég a részleg karanténja. A majmok egy szállítmánnyal érkeztek. Elég őket elkülöníteni. Itt nem csak karanténról van szó. Carmen, azt akarja, rendeljük el több száz majom elaltatását? Maga az első, aki amiatt panaszkodik. Uram, hogy... abból, amit láttam, semmi sem túlzott. A vírus, ami végzett vele, az egyik leghalálosabb. Az ebola sem okoz akkora pusztítást a testben, mint ez. És mi lesz, ha a sajtó is megtudja? Megdicsérnek, hogy gyorsan intézkedtünk. Nem tetszik. Nem engedélyezem. 5 éve vására vittem a bőrömet azzal a malária üggyel, és a szenátor le akarta állítani a pénzünket. Én nem akarok emiatt vizsgálóbizottság elé állni, őrnagy. De uram, ez nem malária. Ide figyeljen, sokkal nézze! Ha úgy látják, túlreagáljuk, pánikba fognak esni. Higgyél, régi motoros vagyok. Ezt úgy kell kezelnünk, hogy nem túlozzuk el. Megértette? Igen. Helyes. Hívjanak segítséget!
segítséget! Gen Systems központ, elnöki iroda, Fairfax, Virginia. Igen? Mr. Sanborn, Mrs. Parker keresi. Beszélek vele. Mrs. Parker, hogy van? Jól, Mr. Sanborn. Köszönöm, hogy beszél velem. Úgy hallom, Dr. Parkert keresi. Igen, nincs a megadott számon, és nem tudom, hogy... Oly, nem aggódnék. Biztosan nincs a táborban, a terepen lehet. Ez nem olyan szokatlan. De az igen, hogy a lányaim nem érkeztek haza, és az is szokatlan, hogy erről senki sem értesített. Nos, majd... Majd kiküldök valakit oda, hogy nézze meg őket. Már tudom is, hogy kit. Ne aggódjon, asszonyom, én úgy kezelem ezt az ügyet, mintha a saját lányaimról lenne szó. És meddig tart? Nyugodjon meg, hívom, amint tudok valamit. Rendben, és köszönöm szépen. Mr. Sanborn, siessen, ha lehet. Viszlát. Frank Sanborn vagyok. Van valami, amit meg kell beszélnünk. Jonathan Parker felesége hívogat, kérdezősködik. Úgy tűnik, a lányai éppen látogatóban voltak ott, és nem jöttek haza. Úgyhogy szerintem tenned kell valamit, mielőtt... Na nem. Nem, nem, ez a te problémád, és ez mindkettőnk problémája. Remélem, még nem kezdődött el. Szia! Szia! Tudsz valamit a lányokról? Épp most küldenek ki valakit oda. Hamarosan megtudjuk. Látod, minden rendben lesz. Igen. Pont kórház elkülönítő, Newcastle, Delaware. Ne beszéljen, Dr. Leary. Nem számít. Haldoklan tudom. Fel kell tennem néhány kérdést. Bólincson, hogy igen vagy nem. Érintkezett a majmokkal. Az első majmot, ami kimúlt, én boncoltam. Ez ölte meg Mártit, ugye? Bocsék, ügy. Ez lenne az. A szörny. A keresett vírus. Ez a Marty Watzmája. Minden sejtjét felfalta, minden szerve vérzett, majd szétfolyt a testben. Két áldozat. Marty Watz, Burt Levy. Levynél karcolás a mellkason, Watznál majomharapás. Eddig semmi sem utal arra, hogy terjedne. Kérdezzétek ki a családokat, barátokat, mindenkit. Bármilyen furcsa tünet esetén azonnali elszigetelés, szigorú karantén.
Na most, Vaccék a majmoktól kapták el, de vajon a majmok honnan? Tudjuk, hogy Afrikából jöttek. Muila mellől. Ez egy gaboni város. Onnan indulunk ki. Lennox, holnap reggel térképezd fel az itteni mozgásukat, mert valószínűleg több embert megfertőztek. Mára ennyi. Köszönöm. Fáradtnak tűz. És még csak kedv van. Jaj, ne. Ma volt Oli szülői értekezlete. Tom biztosan elment helyetted. Elintézem a tengeren túli hívásokat, az irodámban leszek a kerünk. Takarítás irányítása teljesen lezárt. Willard, védőruházat, gondolom értesítik a megfelelő személyeket. David? Gyere be, mutatok valamit. Na jó, de nem hívlak fel. Ha megérkeztem, anya, egyenesen a táborba megyek. Drágám, biztos, hogy ez a legjobb megoldás? Igen, igen, igen. Maradj telefon közelben, mert talán felhívnak. Ha igen, hagyj üzenetet a gaboni szállodában. De nem tetszik, hogy teljesen egyedül mész oda, Harry. Kétszer hívtam Sambort, nem hívott vissza. A konzulátus szerint 2 hét is lehet, de nem tudok addig várni. Te se tudnál. Nem, én sem. Menj. Na, indulj már. Szeretlek. Én is téged. Szia. Mit szólsz a jelentéshez? Nem tudom. Többször is elolvastam. Elég katonás hangzása van. Egyetértek. De ahogy megkaptam, a bennhagyott részek nagyon furcsa és nyugtalanító. Egy valami biztos. A hely, amiről szó van, igen fertőző volt. 4-es szint, az komoly. Eltüntették, lezárták mindegy sírt, és telepumpálták méreggel. A fenébe. Van valami kapcsolat, de mi? Nem tudom. A feladó nem segít nekünk. Minden konkrétumot kisatírozott. Na és Willard, szerinted hely vagy ember? Nem tudom, ez az egyetlen nyom. Nézz utána. Halló? Mrs. Parker, Frank Sambor vagyok. Nincs itt, az anyja vagyok. Kérem, mondja meg, hogy elnézést kérek, amért nem hívtam, de arra... Mr. Sambor elment, megkeresi a lányait. Hová? Afrikába. Már nem hív magával. Azt mondta, majd ő megkeresi Lucy-t és Alex-et. Ajjaj. DuPont kórház elkülönítő, Newcastle, Delaware. Azonnal különítsék el, senki sem mehet a közelébe védőruha nélkül. Már is indulok. Terjedni kezdett. Kedden elájult egy pasi a Delaware-i híd közelében. Ma haldoklik. A felőni dolgozik? Nem, egy rakodó munkás. Tudd meg, ő rakta-e át a majmokat. Carmen, egy hetünk van, maximum 10 nap. Mindegy, mit csinálunk, ez futótűzként fog terjedni. Majd hívlak. Uram! A vírus kijutott a Ferölből. Már ketyeg az óra. Azonnal küldök valakit Gabonba. Meg kell találnunk a vírus forrását. Én megyek. Magára itt van szükség. Majd a kollégák intézkednek. Két napos út, 48 óra az országban és kész. Nálam jelentkezik. Köszönöm, uram. Thank you.
Elbírom. Ne haragudj rám. Akkor sem értem, miért nem leszel itt a szülinapi zsúromon? Szeretnék, kicsim, de ez munka. De miért? Nos, van egy kis gond, valami váratlan dolog történt. Gyere. Sokan betegedtek meg, és meg kell tudnom miért. Segítenem kell. Anya, te is beteg leszel? Nem, kicsim. Én nem leszek beteg. Szia. David, szia. Szia, Oli. Szávasz, hogy vagy? Szia, tessék. Találtam két Willard nevű helyet az Atlaszban. Szerintem a Utahi valami kis hegyi falu lehet. A másik Mississippiben van. Régen erőd volt, de már évekkel ezelőtt bezárták. Erőd volt? Gratulálok, David. Na és hol ez a hely? Úgy 50 mérföldre északra Biloxitól az autópálya mellett. Ebben az évszakban szép lehet arra. Ki tudja, mit találott egy ilyen jóképű pasi? Ez sokba fog kerülni neked. Muila, Gabon, Afrika. $26.
Mike Calder kocsmája, Boston, Massachusetts. Ivindó folyó, Gabon, Afrika. Üdvözlöm Gabonban. Arthur Fields vagyok, a Vörös Keresztől. Carmen Travis, a társam Paul Lennox őrmester. Üdvözlöm. Travis őrnagy, Aarons kapitány megkért, hogy tudjak meg néhány dolgot. Gondoltam, jobb, ha személyesen mondom el. Még nem hivatalos, de találtak néhány holttestet. Ugyanaz, amit maguk jeleztek. Belső vérzés volt. Hol vannak? A helyszínen eltemették őket. Ez a betegség szörnyű dolgokat művel a testtel. A katonák is félnek, nem mennek oda. Mi van azokkal, akik megtalálták? Ők felismerték a veszélyt, és óvintézkedéseket tettek. Karanténban vannak, és eddig semmi baj. Mr. Fields, nincs időm, de válaszok kellenek. Mintákat kell vennem, hogy összevessük az otthoniakkal. Egy Reflézia nevű kutatótáborban vannak eltemetve. Mivel foglalkoznak a táborban? Botanikus kutatás. Egy gyógyszergyártó hozta létre új növényi alapanyagú gyógyszerekhez. És a majmok? Tudja, hogy kerültek a Ferölbe? Rendesen vezetjük a szállításokat. A Ferrell cég minden majmát egy Bernard nevű kereskedőtől vett. Már is beszélnem kell vele. Már várja, ott van. Sokat segített, uram. Köszönöm. Jó napot. Travis őrnagy. Bernard. Fitz mondta, hogy baj van a majmokkal, amiket Ferrellnek adtunk. Mind egészséges volt, én magam is láttam. Nos, akkor rendben is voltak, de hordozták a vírust, és átadták másoknak, akik belehaltak. Tudnom kell, honnan származtak. Ó, én mindenhonnan veszek. Vagy 20 vadásztól, nem tudni, honnan jöttek. Azért szűkítsük le. A beteg állatok vállán volt egy sárga jel mindegyiken. Ez sem mond semmit. Sok vadász jelöli meg őket. Így maradhatunk tiszták. De kinek a jele? Ha mind fertőzött, semmit se kap értük. Elbörté. Ez Elbört jele. Őt hol találom? A tábora 50 kilométerre északra van. Ott, ahol a Raflézia. Ah. Köszönöm. Kösz. Viszlát. Cambridge repülőtér, Boston, Massachusetts.
Előbb megvizsgálom. Júli, majd én segítek. Jól van. Lassan ide. Lassan. Érti, amit mondok? Nem látod betegeket? Nem. Halottakat? Nem. Köhög? Tüsszög? Nem. Megcsitte valami? Nem tud róla? Nem. Csak egy kis víz kell, jó? Kérem. Amerikai? Hogy hívják? Ali. Ali Parker. Fel tud ülni? Ali. Carmen Travis vagyok. Orvos a hadsereg fertőző betegségek intézetében. Mit keres itt teljesen egyedül? A lányaim az apjukat látogatták meg, és nem jöttek haza. El kell jutnom egy Rafflesia nevű táborba. El tud vinni oda? Sajnálom, Mrs. Parker, ez katonai művelet, és kizárt, hogy elvinjük ön. Sajnálom, kérem, de veszélyes. Kérem, el kell, nem érdekel a veszély. Meg kell találnom a lányaimat. Kérem, vigyen el. Vigyen el, kérem. Willard Erőd, Harrison megye, Mississippi. Hadsereg kísérleti telepe. Belépni tilos. Várj, állj meg. Az mi? Állj meg. Mintát kell vennünk. Maradjon itt, Mrs. Parker. Itt jó helyen van. Rendben. Védőruházat.
Van a majom kereskedünk. Letáborozunk? Nem, tűbiopszia kell. El kell jutnunk a Rafléziába. Asszonyom, maradjon itt. Kolinszék, ássák ki a hullákat. Én addig bemegyek. Miért jött be? Ez Lucy. Ez Lucy. Nyugodjon meg. Az ő babája. Semmi baj. És megtagadva. Hillary Moore. Hiba. Igen, halló. Peter Larimore-ral beszélek? Mrs. Parker, nem voltak gyerekek a sírban. Hála Istennek. Hála Istennek. Üljünk le.
találtak egy holttestet. Egy fehér férfi, ráillik Jonathan Parker személy leírása. Jaj, de. Én nagyon sajnálom. Vele voltak. Akkor ők is meghaltak. Jó esély van arra, hogy élnek. Valaki biztonságba vihette őket. Ismerik a környéket. Egész nyáron itt voltak. Van gyereke, Carmen? Igen. Van egy fiam, Oliver. 6 éves. Akkor tudja. Boston Memorial Kórház, Boston, Massachusetts. Ő az autóban esetes? Uh-huh. Eszméletlen, amióta behozták. Várjon, segíts! Mennyire rossz a helyzet? Nagyon. Tegnap óta 10 új eset volt. Mind előverben? Eddig. Nos, ez jó hír. Ha a vírus terjedni kezd, nem tudjuk megállítani. Mit találtak ott? Még semmit, de biztosan itt van a válasz. Igyekezzen, őrnagy. Tudom, hogy a szérumhoz meg kell találni a gazdát. Itt nem tudunk segíteni az embereket. Tudom, uram. Egyetlen nyomunk van. Fogy az időnk, Carmen. 24 óra. Vissza kell jönnie. Igen, uram. Találtatok valamit? Filc a Vörös Kereszttől ellenőrizte. Nem vittek oda gyerekeket. Akkor reggel tűvé tesszük a tábort. Lennox, meg kell találnunk a lányokat. Féljetek. Hazaviszlek titeket. Én Carmen Travis vagyok. Nem foglak bántani. Kiviszlek titeket. Elviszlek a mamihoz. Mamihoz? A mamátok eljött, hogy megkeressen, de nektek kell megtenni az első lépést. Ügyes vagy. Csak szép óvatosan. Előbb mutasd magad. Adj rá Halira egy bébőruhát. Hát te mióta vagy beteg? Nem tudom. Már egy hete. Nem kaptad el tőle? Lucy! Alex!
Anna, mami! Itt vagyok, gyertek ide! Jaj, annyira örülök nektek! Féljetek, a mami visszavisz. Nincs semmi baj. Nincs semmi baj. Uram, szerintem a gyerekek ismerik a választ. Talán igaza van, de ha kapcsolatba kerültek a vírussal, akkor hordozunk. Nem hozhatja vissza őket. Megtettem minden óvintézkedést. Az nem elég. Nem kockáztatom, hogy másokat is megfertőzzenek a gépen vagy a kórházban, azt nem. Uram, ők az egyetlen nyom. 7 napja fertőzöttek meg, és még élnek. Eddig még senki sem élt 7 napig. Vissza kell vinnem őket, hogy megtudjam miért. Rendben, küldök egy csapatot. Olyanokat, akik ismerik az ügyet. Maga és Lennox rögtön jöjjenek vissza. Uram, nélkülük nem megyek el. 9 évesek, és megjárták a poklot. El tudom különíteni őket a kórházban. Beszéltem Erőnccel, és mindent előkészít a megfelelő óvintézkedésekkel együtt. Törnagy, már mondtam, hogy ezt nem tartom jó ötletnek. Uram, tisztelettel, uram. Hazaviszem őket. Yusam Reed, Detrick bázis, Maryland. Maximális elkülönítés. Na jó. Nem sokára visszajövök. Mit kértek a csokis sütin kívül? Gumicukrot. És kágót. Megerősítették az eredményeket? Nincs semmi kétség. A rafléziai holttestek, a vadász, a majmok. Ugyanaz a vírus, mint nálunk. A majmokból megtudtuk, ki volt a gazda? Nem. Valami nem stimmel. A fajok közt lehet némi mutáció. Gyanítom, hogy ez nem majomtól származik. Van bizonyíték? Még nincs. A mutációk nem a megszokott képet mutatják. Van még valami. Erőnccel egy olyan elméleten dolgozunk, miszerint ez a járvány egy 10 évvel ezelőtti incidenssel áll kapcsolatban. Incidens? Miféle incidens? Nem tudom. Kaptam egy névtelen jelentést, amit nem értek. Carmen, nincs kedvem viccelni. Ha van valami, tudni akarom, mi az minden részletét. Meséljen a jelentésről. Nincs semmi konkrétum. Csak szavak, mondatfoszlányok és egy név, Willard. Willard? Egy névtelen jelentés? Hidd el, nem én voltam. Forest Park Egyetem, Towson, Maryland. Holnap öcse kérem a labor eredményeket, anélkül nem megy. Dr. Larry Moore? Dr. David Erwens vagyok. Igen, ön hívott. Azt mondta, a Willard erőd miatt? Meg kell tudnom, hogy pontosan mivel foglalkoztak ott. Nagyon fontos. Ha a kormánynak dolgozik, tudhatná. Csak annyit tudok, hogy sok mérget használtak azon a helyen. Valami igen veszélyes dologgal akartak ott végezni. Hát, Dr. Larry Moore, az intézetünk egy halálos vírussal áll szemben. Ennek mi köze az erődhöz? Ezt ön tudja. Én biztosan nem. Nem foglalkoztunk virológiával. Én sejtbiológus vagyok. Génsebészet. Génsebészet? Az miért kormánymunka volt? Nem az volt. Egy gyógyszercég bízott meg. Csak úgy engedélyezték a munkát, ha irányított körülmények között végeztük, ezért egy kormánylétesítménybe helyeztek el. És ezt nem találta túlzottnak a génsebészethez? Hát jó, de nem tőlem hallotta. Szó volt valami járványról. Miféle járványról? Légútiról, amit említett. A halál napok alatt beállt. Nemigen beszéltek róla. Vírus laboratóriumi körülmények között. Honnan jöhetett? Nos, ez csak egy elmélet. Folytassa. Azt mondták, a vírus a sejtkultúrákban volt.
Hol találom meg a megbízó céget? Mindenütt. A Gen Systems. Hívd fel Sanbornt, a Gen Systems igazgatóját. Tudnom kell, mit tud Larry Moore munkájáról. Hány új eset van? 22 halál, 40 fertőzött. Szerencsére mind a Delaware-i területen. Erőnc! Igen, már is intézkedünk. Őrnagy, van egy eset Bostonban, a mi vírusunk. Őrmester, az első járattal Bostonba kell menni. Igenis. Hogy a fenébe került Bostonba? Carmen, ez lerövidíti az időnket. Még 3 napunk van, és mindenütt ott van. Boston Memorial Kórház, Boston, Massachusetts. De mi bajom van? Mondja meg. Nem tudjuk. Ez nem volt válasz. A Yosemite-től jöttek. Az fertőző betegséget jelent. Mi a fene ez az izé? Miért van így? Sajnálom, nem lehet. A Delaware-i eset a kezd. Kérem! Dr. Travis, ön miért van itt? Mi köze a Delaware-i esetekhez? Nem kell aggódnunk? Hívjon fel, ha el akarja mondani a maga verzióját. Ez már járvány? Honnan tudták meg ilyen gyorsan? Walker, menjünk! Nem hinném, hogy bárki ott lenne ilyen későn. Őrnagy, velem kell jönnie. Amint elment, Alex fulladozni kezdett. Most hogy van? Kómában van. Lucy, hogy van? Meglepően jó. A vérvizsgálat meg minden mindig negatív. Nézzük meg a vérüket. Biztos kompatibilisek. Vérátömlesztést akar? Lucy vére nem mentheti meg. Talán igen. Ő nem lett beteg. Talán ezt az antitestet keressük. Különben is. Más nem tehetünk. Azt mondta, meg kell találniuk a gazdát, hogy megtalálják a gyógymódot. Úgy van. A gazda véréből kapjuk meg az ellenszert. Én nem értem, hogy ez hogyan segíthet rajta. A testvére vére. Az egyetlen esély. Hagyjuk aludni. Hagyjuk, hogy hasson. Rendben. Kedves, hogy itt marad velem. Tudom, hogy várja a kisfiam. A férjem vele van. Sajnos már megszokták az időbeosztásomat. És nem akar több gyereket? Volt egy lányom. Anna. Meghalt, amikor Olivert vártam. Embóliát kapott. 2 éves volt. És mikor történt? Már 6 éve. És 3 hónapja. Borzasztóan sajnálom. Ez egy örökre szóló tragédia. De az élet megy tovább. Meséljen a fiáról. Csodálatos gyerek. Az apja állatorvos, magánpraxissal. Ő sokat van vele. De azért igyekszem bepótolni. Ezt hívják minőségi időnek. Tudom, hogy jól van és boldog. De mindig gyötör a lelkiismeretem. Szülőnek lenni csodálatos gyötrelem. Emlékszem, milyen extázisban voltunk Jonathannal, amikor megszülettek az ikrek. El sem hiszem, hogy meghalt. Tudja, amikor megismerkedtünk, éppen cikket írtam a National Geographic-nak az egzotikus növényekről. És egy egzotikus pasi besétált az irodámba, és attól kezdve végem volt. 6 hónap múlva össze is házasodtunk. Mi történt? Az utazásai. Az, hogy annyira szerettünk volna már gyerekeket, ez idővel tönkretett mindent.
A termékenységi gondok gyakran így végződnek. Nem erről volt szó. Nem vagyok meddő. De van egy hibás génem is. Az orvosok szerint sohasem lehetett volna egészséges gyerekem. Rettegtem, hogy teherbe esek. Nos, tévedtek. Mármint két egészséges lány. Hála a Gen Systemsnek, Jonathan cégének. A tudósai génekkel foglalkoztak, és sikerült kiszűrniük a hibás gént. Majd beültettek egy másikat. Imádkoztunk. Akkor még kísérleti volt. De bejött. Hivatalosan senki sem nyilatkozik, de információik szerint 9 új esetet jelentettek a bostoni körzetből tegnap délután óta. A Yosemite orvosai nem hajlandók járványnak nevezni, de lépéseik azt jelzik, hogy ez az egészségügyi krízis egyre komolyabbra fordul. Olyan távolról is jelentettek eseteket, mint Delaware, és ugyanilyen hírzárlat van érvényben az egész Delmarva félszigeten. Csak annyit tudunk, hogy ez a betegség 24 óra alatt elterjedt. Válaszokat akar, de nincsenek. És senki a... Semmi baj. Jaj, kicsi. Édes kicsikém. Most már nem lesz semmi baj, kicsi. Tudni akarom, mit tud ön? Azt már tudja, uram. Nem mindent. Hol az a névtelen jelentés, Erinc, amiről beszél? Már nyomoz. Az nem elég. Talált egy orvost, aki a Willardben dolgozott az incidens idején. Hol ez az orvos, és mit tud? Ezt nem az esti híradóból akarom megtudni. A neve Larry Moore. Elnézést, uram. Mi van? Az őrnagyot várják a kórteremben. Alexről van szó. Köszönöm. Semmi baj. Nyoma sincs a vírusnak. Igaza volt. Használta a vérátömlesztés. Vizsgáljuk meg Lucy vérét. Abból megtudunk valamit. Dr. Berry hívott Bostonból. Mindkét ápolónő meghalt. Fogytán az időnk, Carmen. Ha ez tovább terjed, annyi áldozatot szed, hogy az ellenszer sem fogja tudni megakadályozni a katasztrófát. Sam Rayburn kórház, Houston, Texas. Nos, ezért nem tudtam elérni Frank Sanbornt. Frank Sanbornt, a Gen Systems gyógyszergyártó cég igazgatóját holtan találták az irodájában. Halálát kiskaliberű pisztoly okozta. Ez már rég nem egybeesés. Jonathan Parker a Gen Systemsnek dolgozott. A cég végzett kísérleteket a Willard-erődben. A gyerekek a Gen Systems révén fogantak, és a cég üzemeltette a Raflesia tábort, ahol Parker meghalt. Hogyan tovább? Nos, Alex gyógyulása bebizonyította, hogy van gyógymód. Már nincs elkülönítve. Lucy vére segített, de ikrek voltak, nem biztos, hogy máson is segíthet. A Gen Systems biztosan tud valamit. Beszéljünk Larry Moore-ral. Dr. Larry Moore! Dr. Larry Moore, Dr. Trevisszel beszélnünk kell önnel. Már mindent elmondtam, amit tudtam. Nem akarok még jobban belekeveredni. Már belekeveredett, uram? Nem, remélem nem. Elmegyek. Dr. Larry Moore, emberek halnak meg szörnyű kínok között. Mondja el, mit tud a Willardről. Ez persze szigorúan bizalmas. Frank Sanborn meghalt, és ez nem lehet véletlen egybeesés. Mindenki, aki ott dolgozott, csak részeket ismert. Senki nem tudott mindent. De maga rájött. Biológiai hadviselés. Olyasmit akartak, amit bármikor szabadon engedhettek volna. Emberből csináltak biológiai fegyvert.
emberi gazdából akartak bevetni egy betegséget? Igen. Nos, ez érdekes elmélet, de mennyivel visz előre minket? Nem tudom. De ha alkottak egy emberi gazdát, akkor a Willard erődben alkották. Lehet, hogy az az ember gazda a felelős ezért a járványért. Ez is Mária. David, ők az egyetlenek, akik nem haltak bele a betegségbe. Ennek oka van. A gazda sohasem hal meg. Lucy beteg se lett. De Alex igen, nagyon beteg lett. De nem halt meg, míg mások igen. Szerintem az immunrendszere nem volt elég erős ahhoz, hogy maga győzze le. Na de miért pont most bukkant fel a vírus? Ezt kell kiderítenem. Beszélnem kell veletek a Gaboni útról. Rendben? Jó. Végig apátokkal voltatok a táborban? Igen. Mit csináltatok ott? Kivel játszottatok? Csak az ottaniakkal. Te játszottál valakivel, valamivel, egy állattal, amivel Lucy nem? Nem vágtad meg magad? Nem csípett meg valami bárhol a testeden? Nem. És ettél valamit? Ettél valami olyat, amit Lucy nem? Nem. Na és a zöld bogyók? Zöld bogyók? Apu termesztette a táborban. Én mondtam, hogy nem szabad, mert apu eltiltott minket onnan. Hello. Lennox őrmester keresi. Ezt nézze meg. Biztos, hogy jó? Egészen biztos. Kíváncsi voltam, mi történik, ezért Lucy Parker vérét bevittem Marty Watts mintájába. Nyoma sincs a vírusnak. Biztos, hogy nem lesz veszélyes a számára? Egyáltalán nem. Mindent előkészítek. Egy óra múlva jövök. Pont ezt kerestük. Lucy a gyógyszer. Rendben. Ő nem Jean Lipscomb. Bocsánat, már is megyünk. Eltűntek. Igen. Már is megnézem. Nem értem. 20 perccel láttam őket. Hová tűntek? Szerinted szóltak az orvosok? Kizárt, már elment. Nézzük meg lent. Te menj le és nézz körül. A bejáratnál várj meg. Én megint megnézem a szobát. Rendben. Gyere! Hé!
Megszöktek. David, én vagyok. Carmen, hol a fenébe vagy? Felhívtak, hogy elvitted a lányokat. Veszélyben voltak, el kellett jönnünk. Mi? Elviszem őket Cynthia Krieger rabaljába. Majd ő vesz vért az ellenszerhez. El tudja juttatni időben? Már mindent előkészített. És én mit csináljak? Szedj össze mindent, amit a vírusról tudunk. Kell, hogy legyen valami nyom, ami elvezet a főnökhöz. Hozd el a laborba. Ó, és nézd meg, hogy megjött-e a fax Gabonból. A bogyók elemzése? Igen, Jonathan Parker termesztette ki őket, és szerintem az okozta a járványt. David, légy nagyon óvatos. Ha valaki hordozót csinált a lányokból, az nem hagyja ennyiben. Vagy megy? Én... vár egy beteg Baltimore-ban, uram. Úgy tűnik a mi vírusunk. Akkor jobb, ha indul. Igen, uram, majd értesítem önt. Tegye meg. Aaronz elhagyja a bázist, kövessék. Fenwick Laboratórium, Chapel Hill, Észak-Karolina. Nem, dehogy is. Ön szerint még meddig fog ez tartani? Nem sokáig. Kér egy kávét? Igen, kérek. Aaronz kapitányhoz. Megyek a lányokhoz. Megvannak. Az őrnagykocsija is itt van. Itt az anyag, amit kértél. Nem tetszik ez nekem. Ez túlnőtt rajtunk, segítség kellene. Kiben bízzak? Kell, hogy legyen valami, amit nem vettünk észre. Ez a fax akkor jött, amikor indultam. A bogyók elemzése. Tudtam. A bogyók váltották ki. Ha biológiai fegyveren dolgoztak, ahogy Larry Moore mondta, kellett valami, ami aktiválja. Parker erre nem lett volna képes egyedül. Dolgozott valakinek. Uram! Várja a helikopter. Köszönöm, tizedes. Job majd tájékoztat a szükséges lépésekről. Ez mit jelent? Lehet, hogy nem kódnév, hanem valami más. Talán egy monogram. J.O.B.
John O'Bailey. Sáros. Aarons. David, valami nem stimmel. Bailey ezredes tudja, hol vagy, és már elindult utánad. Bailey megtalált. Úton van. Azonnal el kell vinnünk innen a lányokat. Még valamit. Kaptam egy e-mailt valahonnan Dél-Amerikából. Talán Larry Moore-tól. És mit írt? Proteus. Csak ennyi. Proteus. Cindy. Cindy, mennünk kell. Ó, oh, már csak pár perc. Jelszó. Proteus. Köszönöm, Dr. Larry Moore. Cynthiának kellene még egy kis idő. Csak néhány perc. Ez mi? Larry Moore elküldte a jelszót. És csak mindenütt Bailey nyoma van. Add át a riporternek. Rachel Federnek el tudod érni? Adott egy névjegyet. A táskámban van. Ha egy óra múlva nem jelentkezem, pakolj ki neki. Nem hagylak itt. Én velük maradok. Nem ér hozzánk, ha azt hiszi megfertőződhet. De veszélyes, Carmen. Te vagy a biztosításunk. Van, nem mozduljanak. Rendben. Alex, gyere ide. Gyere, kicsi. Fertőzöttek. Nem igaz. Ők a hordozói, vagy nem? A végső fegyvere. Segíteni akarok rajtuk. Már eleget segített. Vége, uram, nincs értelme tagadni. Fogalma sincs, miről beszél. Ebben téved. Pontosan tudom, miről beszélek. És bizonyítani is tudom. Feljegyzések, amik a Gen Systems-szel hozzák össze magát. Larry Moore lemeze mindent elárult. Ez lehetetlen. Ne tegye, uram. Erőnc kapitány már a Mutual TV-nél van. Foster őrmester, tartóztassa le Trevisor nagyot. Őrmester, az egyetlen esély, hogy megállítsuk ezt a vírust, az, ha azonnal elvisszük az ellenszélmút. Ez parancs volt, őrmester. Ha megakadályoz, ön fogja viselni a felelősséget több százezer ember haláláért. Őrmester, tartóztassa le Trevisor nagyot, rajta! Ön nős, őrmester. Vannak gyerekei? Ne feledje, hogy ez a döntés az életükbe kerülhet. Elég! Mit akar, megöl? Mindenkit megöl? Mikor lesz vége, uram? Mi? Elteszem, uram. Letartóztatom, amíg nem vizsgálják ki ezt az ügyet.
Olyan egyszerű lett volna. Beküldjük őket a célterületre, bevisszük a bogyókat a szervezetükbe, és napokon belül végezni tudnánk egy teljes populációval. Ez a szép a biológiai hadviselésben. Hogy képzelte? Az Istenért még gyerekek. Őket akarta felhasználni népirtásra. Még nincs vége, Carmen. De vége van, uram. Vigyék a kocsimmal. Szóljon a pilótának, hogy mi megyünk vissza a helikopterrel. Jól van, Carmen? Igen, persze. Biztos? Az Isten áldja meg, Carmen. Köszönöm. És a lányok kivirultak. Sohasem fogjuk megtudni, hogy Jonathan azt hitte képes uralni a járványt, vagy egyszerűen csak elment az esze. Bár Lucy és Alex mindig hordozni fogják a vírust, remélem sohasem tudják meg, milyen veszélybe sodorta őket az apjuk. Ők szeretettel emlékeznek rá, és ez így van rendjén. A lányok már nagyon megkedvelték a farmot itt Omaha-ban. Szeretik az új iskolájukat, és új barátaik is vannak. Hálás vagyok, hogy a lányaim jól vannak, és hogy olyan helyen lehetünk, ahol senki sem találhatja meg őket. Örökre hálás leszek magának, Carmen. Maga a hősök és a nevét imáikba foglalják. Nagy voltál. Itt csodás a táj, és szinte megrészegülünk ettől a nyugalomtól. Remélem, hogy nyáron meglátogatnak Tommal és Oliverrel. Sok puszi, Hallie, Lucy és Alex. Ti mit csináltok? Gyere és elmeséljük. Gondoltuk, elutazunk nyaralni. Bizony. Egy farm jó lesz? Tök jó. Igen, egy farm. Tehenek, na és még mi lesz ott? Lovak és tyúkok, na és még mi lesz ott?